Karinti Frigyes. A Súgó. Nem. Nem volt cinikus ember ez a Súgó. Csak bölcs volt és emberismerő. Nem is lehetett cinikus. Kívülről súgta Molière-t, Shakespeare-t, ha módja volt benne. Istenem! Miken ment keresztül addig, amíg rájött arra, hogy a legjobb neki ott lent, a homályos sugójukban, a poros színpaddeszkák alatt. Volt színész, aztán színigazgató. Egyszerű ember lett belőle. Egyetlen szerepet vett komolyan, amit a létért való küzdelem nagy komédiájába reáosztott, ez a láthatatlan rendező. És most is itt ül ebben az Isten háta mögötti mezővárosban, a poros színpaddeszkák alatt, kenyeret majszolt és egyedülben súgta szöveget. A színpadon az ember tragédiája ment. Éppen Ádám Kepler beszélt. A Súgó mosolyogva és egyedülben mondta a szöveget, közben majszolta a kenyeret. Eszébe jutott a családja. A társulat hirtelen hagyta ott Ceglédet. Nem tudta az asszonyt értesíteni, pedig a gyerek is vele volt, és már 3 hónapja nem látta. És hogy ezen gondolkodik, egyszer csak, mint a csoda történne, a zenekari árokból az első hegedűs odaálljon hozzá, és ezt súgja neki. Mráz úr, itt van a feleség a gyerekkel, a színházban. Mráz a Súgó egy kicsit oldalra hajtja a fejét, és miközben monoton tovább mondja a szöveget, álmélkodva veszi tudomásul a következőket. Most érkeztek szekéren, holt fáradtak. Csak azt akarja tudni, hogy hol van a szállás, hogy lefektetesse a gyereket. Mráz a Súgó egy pillanatra meghökken. A közéleti ember és az apa harca egy pillanatig tart a lelkében, aztán egyszerűen csak felméri a helyzetet. Ő most nem tudja itt hagyni a Súgójukat, a hegedűs nem tudja elküldeni, hiszen mindjárt a zenekarra kerül a sor, de valahogy az asszony ott a karzaton karjánon alvó gyerekkel valahogy értesíteni kell. Tehát éppen a következő sorokat súgja Ádám Keplernek. Ó, nő, ha te meg tudnád érteni. És a következő percben a helybéli újságíron kívül, beleértve a főszereplőt is, aki ismeri a szöveget, álmélkodva veszi tudomásul az új szöveget. Ó, nő! Ha te meg tudnál érteni, elmennél a Pék utca 8 alá, a Skrabákenteshez, a szállásom ott van, és lefektetnéd a Fenkó gyermeket. A nézőtéren senki más az újságíron kívül nem vesz észre a változást. Viszont a karzaton egy asszony ölében alvó kisgyerekkel feláll, és csendben elindul a kijárat felé.